Köszöntöm a nézőket, Önök Pálya című műsorunkat látják. Mai adásunkban ismét megmutatjuk Baranya és Tolna megye színes sportéletét a csapatsportoktól az egyéni sportágakig, az utánpótlástól az öreg fiúkig, a versenysporttól a szabadidősportig. Tartsanak velünk, érdemes lesz! Egyre színvonalasabb és egyre több jégkorongképzésben részesült. A sportágat megszerető fiatalt is vonza több éve már folyamatosan zajló szekszárdi amatőr jégkorong kispályás bajnokság. 8 csapat mérkőzött idén is az alapszakaszban, majd a rájátszásban a végső helyekért. Zömében kétesélyes, szoros meccsek zajlottak a késő esti órákban. Az ünnepélyes eredményhirdetésre gyülekeznek a szekszárdi kispályás amatőr bajnokság jégkokisai, amolyan édesbus hangulatban, mert ugyebár megint gyorsan eljött a március 15-e, s a szekszárdi jeges lehetőségek közepette ez a búcsú ideje. Hasonló, mint a tavalyi évhez, idén is 8 csapat indult. Idén csatlakozott a Tolnai Egyesület, ugye a Bajáról most idén csak egy csapat jött, és ugye a szokásos többi 6 csapat az ügyünk megvolt, ugye a szekszárdiak közül. Azt mondom, hogy minőségben is hasonlóan teljesített az egész bajnokság, mint a tavalyi szezonban. Tehát mind az alsóházban szoros meccsek voltak, mind a felsőházban győzelmért folyó küzdelmek is elég szorosak voltak. Két csapat, a szekszárdi jégmadarak és a totyogó kacsák egyéni képességek és az összeszokottság dolgában a többiek fölé nőtt, de nagyon jó játékerőt képviselt a felsőházi rájátszásba jutott másik két csapat is. Az alsóházban abszolút nyílt volt végig a küzdelem, az adott napi forma rangsorolt az együttesek között. Mindenképp a Baját kiemelném, ott ugye mondom a tavalyi két csapatból összeálltak egy csapattál, így a tavalyi úgymond két erős csapatból lett egy nagyon erős csapat. És ellenük minden csapatnak föl kell venni a tempót mindenképpen. Több éve van már szekszárdon jégkorongképzés, télen pedig lehetőség a sportág űzésére. Ennek kézzelfogható eredménye az, hogy már a felnőtt fiatalokból álló szekszárdi jégmadarak csapata ismét bajnok tudott lenni, a sportágot valószínűleg egy életre szólóan megszerető játékosokra építve. A legszerencsétlenebb és egyben legszimpatikusabb csapat egy szekszárdi kardiológus főorvos vezette, sápatarcú solymok névre hallgató volt, akik mindig csak egy-két góllal veszítettek. A gyerek elkezdett jégkorongozni, szülő is elkezdte kipróbálni, és akkor szülő elkezdett jönni az amatőr bajnokságba. A veteránok öreg harcosok néven egy önálló csapatot alkottak a mezőnyben. Egy hokis szülőknek volt egy csapata, amit Tamás révén megörököltem, az egyik vezetőjüket kivette, átvitte hozzájuk, aztán én megörököltem a csapatot, és akkor vénmadarak volt még, úgyhogy most egy új névvel, új lendülettel ettől a szezontól próbálkozunk. Igazából kis téli sport, örömmozgás, örömjáték. A Pusta család több generációs jégkorongosai nélkül elképzelhetetlen a szekszárdi jégkorongbajnokság már az indulása óta. Ha mindenki rendelkezésre állna a nagy családból, külföldről is hazatérnének a rokonok, két, de akár három komplett csapatot is ki tudnának állítani. Most hárman képviselték a családot a csapatból. A francia unokaöcsém is hazajönnek, akkor talán még 9-en is meglennénk. Úgyhogy egy csapatot cserével össze tudnánk hozni, biztos. Két testvérem meg én, mi voltunk így hárman, plusz még három játékos. A meccseken kívül nem is jártunk le, az igazság az. Van egy-két fiatal játékos, akit bevettünk a csapatba, mi sajnos már egyre öregebbek vagyunk, úgyhogy nem bírjuk sajnos kondival. Azért a no-name, kelet-name névre hallgató Pusta csapat az idei bajnokság után is bronzérmet vehetett át az eredményhirdetésnél. A két külön díjas az idén, mint a torna legjobb játékosa, Mózer Miklós a Totyogó Kacsák csapatából, és az alapszakasz pontkirálya pedig ifjú Csanádi Ákos lett. A női élvonalbeli kosárlabda bajnokság alapszakasz második helyért a Szekszárd és a Diósgyőr csapata folytat fej-fej mellett haladva ádász küzdelmet. A játékerőben, a légiósok kvalitásában, a rotáció lehetőségében is nagyon hasonló a két gárda, s a szekszárdi idei második mérkőzésükön is az nyert, aki ősszel Miskolcon győzött. A miskolci meccshez hasonlóan a szekszárdi visszavágó és végig roppant kiegyenlített, magas színvonalú küzdelmes játékot hozott mindkét oldalon kemény védekezéssel. Az első félidőben a KSC szekszárd kihasználta azt, hogy mekkora fókuszált a miskolci védekezés, kiszorították őt a palánk alól, de Bishop honterősségével nem tudtak mit kezdeni a vendégek. Ha pedig pihent az ausztrál, akkor a rotációban belépő szekszárdiak közül ekkor
Bálint Réka, Kisvirág, Gereben fontos kosarakat tudott szerezni, miután 8-9 pontos szekszárdi előny kovácsolódott, amiből 4 megmaradt a félidőre. A harmadik negyed nem vár Bíós Győri fölényt hozott, amely alapvetően eldöntötte a nagy rangadót. Részint azért, mert az amerikai Walker folyamatos ponterős játéka mellett az irányító Meggyesi Dóra megtáltosodva szinte extrát nyújtott. Másrészt pedig a szekszárdiak ekkor több labdát is eladtak, ami ezen a szinten egy ilyen rangadón mindig megbosszulja magát most is, miután sorozatban leindításokkal könnyű kosarakat szereztek a Diós Győriek. 12 ponttal vesztették el ezt a játékrészt a hazaiak. Ebben a 10 percben Bishop is megsérült, és ezúttal már McCall a palánk alatt egyedül kevés volt, és nem bírta el a csapat azt sem, hogy ezen a meccsen a ponterős svéd irányító Elder Brink gyengébben játszik, mint kiderült rajta kívülálló okokból. A Diós Győrben pedig ekkor a kritikus pillanatokban Skoric és Szabó Fanni fontos kiegészítő ember szerepét töltötte be. Bishop kapott egy üt, és kellett cserélni, vinni öltözőben, utána Frida rögtön jelezte utána, hogy ő is nem tud játszani térd miatt, és ott bementünk egy konfúzió szituációban, és előttünk szerintem 4 labdát kezeben adtunk, és nyitottunk neki 4 szerintem 1-0-ás gyors indítás. Mikor van olyan nagy rangadó, ezeket a labdák úgy, mikor történik, ott nagyon nehéz utána visszajönni. Utolsó negyedben próbáltuk, és nagyon közel álltunk erre, hogy visszajöjjünk meccsben, de kell mondanom, hogy mindenképpen gratulálom Miskolcnak, ma ők jobban voltak. A Diós Győr elleni dupla vereség után az alapszakaszban a harmadik helyen végez feltehetően a KSC Szekszárd, így ha a rájátszásban, az elődöntőben újra találkozna a két csapat, ami nagyon is valószínűsíthető, a Miskolci, aki a pálya előny, ők játszanak többször odahaza. A mostani erőviszonyok alapján elmaradta a majos, bonyhád, pikáns, presztízs csatákat a múltban többnyire jellemző, változatos, gólgazdag összecsapás a két csapat legutóbbi majosi találkozóján. A majos úgy gondolta, egyfajta sündisznóállásból hagyja a bonyhádot játszani, a szorványos kontráinak eredményességében bízva. A terve majdnem sikerült is, de ahogy az ilyenkor lenni szokott, egy hiba vagy éppen egy szerencsétlenül lecsorgó labda az öt és felesen általában végzetes. A völtségiek, ha nyögvenyelősen is, de hazavitték a 3 pontot. Egy-két hiányzótól eltekintve a legjobb csapatot tudták pályára küldeni az edzők a szomszédvári presztízs csatán. Bár Völgyi a piros mezes bonyhádiaknál és Hegedűs a hazai fekete-fehéreknél, ha rendelkezésre tudott volna állni, minden bizonnyal ott lettek volna a kezdőben. A völgységi El Clásico ide vagy oda, hazai pálya amoda, Pihanyvári László a védelem dupla megerősítésében látta az oly hűn óhajtott majosi pontszerzést, az anyagerőben sokkal jobb bajnok esélyes ellen, amit a játékosai, mármint a taktikát, a defenzív védekező játékot nagy-nagy fegyelemmel követtek is. Ennél fogva a bonyhádnál volt úgy 70%-ban mindig a labda, de a szélek levédekezésére irányuló sündisznóállással nem nagyon tudtak mit kezdeni sokáig paprolandék. Igaz, a bonyhádi kapus Szabó Szilárd olykor akár például újságot vagy könyvet is olvashatott volna, veszi a bátorságot a kapufát megtámasztva, mert annyira nem volt forgalom a kapuja környékén. Úgy tűnt, a majosi haditerv teljesülhet, mert a hazai kapuvédő Steinbach Máté is, ha kellett, remekelt. Ám eljött a második félidő közepén a végzett pillanata. Egy baloldali szöglet után, amit ki más, mint Paproland ívelt be, erősen, élesen, veszélyesen, egy kicsi rakás nagyot kíván állapotot idézett elő az öt és felesen és annak környékén, amit a legjobbkor legjobb helyen levő játékos, a bonyhádi jobb hátvéd, Preininger Patrik mindenkit megelőzve bekotorta, mint utólag kiderült, a bonyhádi győztes volt a majosi kapuba. Hát igazából meg volt beszélve, hogy hányan érkezünk, én is köztük voltam. Igen, volt egy kavarodás, szerencsére oda pattant a labda, és akkor már be is rúgtam igazából. Csak az maradt meg, hogy ott van már benne hálóban a labda, olyan gyorsan történt minden. Úgyhogy megyébe így nem szereztem még rangadón ilyen sorsdöntő gólt. Nagyon fontos, mert így megelőztük a Tamásit, most már mi vezetjük a bajnokságot, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvertik a Majost. Elég magasságban jött be a labda, egy ember luftot rúgott, szerencsétlenség volt, igazából ennyi.
A majosi védelem oszlopa Szőcs Attila úgy látja, ha újra játszanák a meccset, akkor is ezt a taktikát kellene követni a pontszerzés érdekében, mert a két csapat között meglévő pillanatnyi tudáskülönbség ezt indokolja. Bonyán ellen mindig tartani kell, hogy Máté Robi, aki papírocsán be tudja rúgni területbe labdákat. Rolcsi ebből az osztályból kiemelkedik, rá oda kell figyelni, úgyhogy szerintem lett volna célra vezető, aki nyíltunk volna. Nekünk nagyon hiányzik egy center. Ha lenne egy centerünk, akkor azt mondom, szerintem a dobogóért hazban lennénk, de per pillanat így azt mondom, hogy ez a negyedik, ötödik hely az a reális számunkra. A Bonyhád pedig a bajnoki címért folytatott versenyfutásban a tamási pontvesztése után újra az élre ugrott a megye egyben. Az eredménnyel igen, de a játékkal és az akarással sem volt elégedett a tréner Köllő Roland. Bár elismeri, nem volt egyszerű gólt lőni egy így védekező, ilyen fegyelmezett csapatnak, mint a Majos volt. Az látszott, hogy ők talán 0-0-ra bazíroznak, és egy ezen a kis pályán betömörülő védekezéssel nagyon nehéz játszani. Ráadásul nem is vagyunk olyan paszban, én azt gondolom, tehát múlt heti Kölesd elleni mérkőzés is gyenge volt, most sem voltak előrefele olyan egyéni villanások, illetve megoldások, amik azt vetítették volna elő, hogy itt mi simán nyerünk, de ez most pont nem érdekel. Most próbálunk örülni az 1-0-ás győzelemnek is, nehéz volt, tudtuk, hogy nehéz lesz, de a célunkat végül is elértük, még ha gyenge játékkal is. Dicséretes edzői kritika, ahhoz ugyanis, hogy a Bonyhád ott maradjon az élen, ilyen és ehhez hasonlatos meccseket megnyerjen, aztán jól jöjjön ki a soron következő nagy rangadóból, ennél biztosan több kell. A sokszínű, egyedi hangulatú sor- és váltóversenyekkel üde színfoltja a gyerekek sportra nevelését nagyon jól segítő Valaher Ákos emlékverseny, mely most is nagy érdeklődéssel zajlott, és amelyen valamennyi szekszárdi általános iskola alsó tagozata képviseltette magát, sőt, a Duna túlsó oldaláról is érkeztek gyerekek az egyéni és csapatversenyre. Egy verseny, egy sajátos hangulatú verseny kisiskolásoknak a sport ideje korán történő megszerettetésére. Miközben immár 8 éve mindig kikerül egy kép a Garai János Általános Iskola tornacsarnokának közepén egy padra, jelezvén, hogy ezzel a néhai szekszárdi atléta tehetségre a gyógyíthatatlan betegségben nagyon fiatalon elhunyt Valaher Ákosra az egykori 110 gátas üstökösként berobbant tehetségre is emlékezünk. Édesapja, a középiskolai tanár, Valaher Gábor nem kis örömmel. 8. alkalommal rendezzük meg szegény fiam emlékére ezt az emlékversenyt. Rengeteg, ennyi gyerek talán nem is volt még egyik évben sem, rengeteg a gyerek. Nagyon szépen köszönjük a szülőknek, hogy már 8. éve tényleg keresik ezt a versenyt, és Erres Tamás főszervezőnél jelentkeznek. Pont azt beszéltük, most lehet, hogy limitet kell majd szabni, mert már annyi gyerek jelentkezik a versenyre. A szülő is ráérez ennek a nem szokványos mozgásformákból álló, a gyerekekben gátlást feloldó versenyre, amely közösségépítő és egyben a sor és váltó versenyek sajátos hangulatán keresztül. Valami olyan, amit lévén, hogy alsó tagozatosokról van szó, az iskolai testnevelés, a hozzá kapcsolódó diáksport ebben a korban nem tud a hétköznapok forgásában produkálni. Lényeges megjegyezni a nem kiemelkedő mozgástulajdonságú gyerekeké is a pálya. A közösségi sport a lényeg, hogy a gyerekek élvezik azt, amit csinálnak, és ne az, hogy elvárják tőlük azt, hogy minél jobban teljesítsenek, hanem kedvet csináljanak tulajdonképpen a sporthoz és a játékos vetélkedőkhöz. Valóban, mint a régi időkben volt, a Csepilapú Gondyola is annak idején, az is egy nagyon jó szórakoztatós műsor volt, itt a gyerekeknek hasonlóan csinálnak kedvet ehhez. Annett Pék kislánya már akrobatikus rock'n'rollra jár, de a szülők szeretnék, ha a sport valamelyik ágát egy életre szólóan, velük ellentétben, megszeretné a gyerek. A jó szórakozás a lényeg, tehát az, hogy ne az otthon a tévé előtt, vagy a számítógép előtt töltse ezt a pár órát, hanem itt a teremben, a közösségben és aktívan vegye ki a részét a sportból. Akadályfutás, gátfutás, hármasugrás, szivas gyerek szerepelt a Valaher Ákos emlékverseny menükártyáján. Az Őcsényből érkező 10 éves Lakó Csengével a hármasugrás után váltottunk néhány szót, akinek éppen a harmadik ugrása sikerült a legjobban. Az egy kicsit nagyobbat is ugorhattam volna, de az utolsónál 5-10-et. Rengeteg olyan diákkal találkozunk később, jelenlegi atléták közül, akik itt voltak és itt már nyertek, vagy akár dobogón szerepeltek, és most nagyon sokan mozognak. És hogyha ennek csak egy tizede is megmarad bármilyen sportágban,
az már egy nagyon jó a mai világban, a mai informatikai hálózattal, hogy nem otthon ül, hanem valamit mozog, akár a szülővel elmegy kerékpározni. Ha megmarad egy kicsi a mozgás szeretetéből, nekünk ez a célunk ezzel a gyerekversennyel. Amelynek végén szinte katarzissal ér fel az iskolák közötti óriási hangzavarban nagy feszültség közepette zajló váltófutóverseny. Véget ért a 7. PVSK Varga Ferenc nemzetközi emléktorna. A PVSK centenáriumi évében határon túli csapatok is részt vettek az eseményen. Az U13-as korosztályban a Somorja nyerte a tornát, míg az U15-ös küzdelemben a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia lett a győztes. Péntektől vasárnapig tartott a 7. PVSK Varga Ferenc nemzetközi emléktorna, melyen az U13-as korosztályban a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia, az SBK Somorja, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia Győr és a Kanizsa DKK, az U15-ös korosztályban pedig a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia, a Kézdivásárhelyese, a Görbászkit Belgrád és a Slavonski Brod vett részt. A megnyitón Iványi Dalma, a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia szakmai igazgatója és Füzi András, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnökségének tagja köszöntötte a megjelenteket, köztük Feri bácsi feleségét, lányát, volt kollégáit, az edzőket és a vezetőket. Nagyon nagy szívet és boldogságot érek mindig haza, hiszen az embernek a hazája van, ahol született és ahol felnőtt és nevelkedett. Én sok egészséget és sikert kívánok a játékosoknak, erőt, kitartást minden a rendszernek, aki labdát a kezükbe, hiszen ez nagyon fontos, mert itt indulnak a gyerekek azon az úton, amely útra élőképeken keresztül vezet majd a cél felé, ahol a dal és mondta válogatottságok így. Az U13-as korosztályban a Széchenyi Akadémia Győr lett a negyedik, a bronzérmes pedig a házigazda PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia. Én úgy gondolom, hogy nagyon színvonalas tornát láthattunk. A mi korosztályunkban ugye az U13-ban három nagyon remek csapat gyűlt össze. A Somorja egy kicsit kiemelkedett a mezőnyből, de fejlődésünk szempontjában nagyon hasznos meccset tudtunk játszani. A Győr és Nagykanizsa szintén jó csapat, úgy gondolom, hogy mi a három nap alatt előre tudtunk lépni. Ebben a korosztályban ezüstérmet szerzett a Kanizsa DKK, míg a Szlovákiából érkezett Somorja csapata szerezte meg az aranyérmet. Nagyon jó volt, nagyon sok szeretetet kaptunk, nagyon élveztük. Nagyon jó volt itt szerepelni. A Győr elleni egy kicsit könnyebb volt, de a Kanizsai egy kicsivel nehezebb volt. Az U15-ös korosztályban a Görbászkit Belgrád csapata lett a negyedik, a bronzérmet a Slavonski Brod, az ezüstérmet pedig a Kézdivásárhelyese szerezte meg. Egy banda, egy csapat, egy család, egy kosárlabda, előre, hátra, jobbra, balra! Mindenképpen megelégedett vagyok mindennel, tornával, csapattal is. Elég kevés mérkőzést játszottunk az elmúlt időszakban otthon az országos bajnokságban, ezért nagyon jó, különösen jó volt ez a pár megmérettetés számunkra. Hosszú volt az út, de mindenképp megérte idejönni, nagyon sok vendégszeretetet kaptunk, melegséget, családias fogadtatást, úgyhogy különösen megtelt a szívünk szeretettel és boldogsággal, és így megyünk majd haza, egy kellemes emlékkel. Az U15-ös csapatok között a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia lett a torna győztes. Nagyon meg vagyok elégedve a csapattal, mert nagyon jó, hogy torna győztesek lettünk. Mindenképpen mindenkinek így a csapatban, egyénileg is, és nagyon boldog vagyok, hogy megnyertük. Nagyon örülök a szervezésnek is, és örülök annak, hogy így az U15-ös korosztály ki tudta magát próbálni, ugyanis Magyarországon U16-os és U14-es korosztályos bajnokságban van a versenyeztetés megoldva, és így láttuk azt, hogy esetleg a jövő évi csapatnak mik lehetnek a prioritásai, az előnyei, mi az, amiben kell fejlődnünk. Örülök a három mérkőzésnek, hogy sikerült nyernünk, és a tornagyőzelemnek. Kicsit sajnálom, hogy nem volt szorosabb meccsünk, de
mondjuk azt, hogy a mi erősségünket bizonyította az, hogy ilyen nagy különbségű győzelmeket tudtunk aratni. Nagyon örülök annak, hogy a lányok oda tették magukat, és szerintem jól is érezték magukat a tornán. Varga Ferenc, aki Gyuláról került Komlóra, majd Pécsre, a PVSK és Pécs nagy kosárlabda egyénisége, kiváló edző, a PVSK női kosárlabda utánpótlás szakosztályának volt szakági vezetője. Én azt gondolom, nagyon jól sikerült, nagyon sok munkát tettünk az előkészületekbe, és a kollégákkal helyszínen a portástól az asztal személyzetig edzőig mindenki magáinak érezte nagyon a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy mindegyik csapat méltó rendezvényen lehetett, 100 éves az Egyesület, Feri bácsira emlékezünk, több apropó is volt. Én büszke vagyok mindenkire, nem csak a saját lányainkra, a saját stábunkra, hanem tényleg minden egyes játékosra, minden egyes csapatra. Azt gondolom, ebben a három napban egyébként nem csak hogy sport szakmailag lehettek, vagyis hogy voltak sikerek, emberi kapcsolatok is szövettek, és talán utánpótlásról beszélve ez egyik, hanem a legfontosabb. A torna végén közös fotó is készült a csapatokról, akik egy nagy családként vettek részt a kupán. A következő években is törekszik majd a PVSK Nemzeti Kosárlabda Akadémia arra, hogy külföldi csapatokkal is összemérhessék tudásukat a magyar fiatalok a Varga Ferenc emléktornán. Megkezdődött az idei gokart szezon. A Mira csapata a Kart Arena gokart stadionnal közösen 5 futamból álló bajnokságot szervez március 16-a és július 20-a között. A tavaly is nagy sikerrel lezajlott jótékonysági közönség találkozó Mihelis Norbival augusztus 10-én lesz. Az idei szezonra rengeteg újdonsággal készültek a szervezők, a versenyeket a profikhoz hasonlóan rendezik majd meg, és az áprilisi versenyig a géppark is bővül. Mint arról beszámoltunk, eldőlt, hogy idén is lesz közönség találkozóval egybekötött jótékony célú gokart verseny Pécsett. Így 2019-ben is találkozhatnak Mihelis Norbertel és csapatával az érdeklődők a Kárt Aréna gokart stadionban. A szezon megkezdődött. Március 16-án az egyéni bajnokság első futama volt, melyre még Szegedről is érkeztek gokartosok. A Hobby Kart Cup-ban ilyen országos amatőr gokart versenyeken indulunk bajnokságban, és Szegeden a GP bajnokságban is. Nekem tetszik, bár ez a vonalvezetés szerintem egy icipicit könnyű, vagy hát nincs annyi hiba lehetőség benne, hogy úgy mondjam, de igazából láttam, hogy a nagyobb pályák azért kicsit fogósabbak lesznek, szóval mindenképpen eljövünk azokra is, és majd megnézzük, hogy azon mit tudunk. Volt, aki életében először vett részt gokart versenyen, számára a szerencsés célba érkezés volt a legfontosabb. Ez az első ilyen élményem, de nagyon tetszik. Láttam, hogy komoly a szervezés, mindenki komolyan veszi ezt az egészet. Úgyhogy igen, hát még kezdők vagyunk, próbálkozunk, de hát azért vannak tehetséges fiúk. De rendesen felkészítettek a szervezők, minden szükséges információt elmondtak. Egyébként ugye mi szabadkártyások vagyunk, idejöttük, sörvirsli, jól érezzük magunkat. A jóváhagyott versenynaptár szerint a Mira csapat a Kárt Aréna gokart stadionnal közösen 5 futamból álló bajnokságot szervez március 16-a és július 20-a között. A tavaly is nagy sikerrel lezajlott jótékonysági közönség találkozó Mihelis Norbival pedig augusztus 10-én lesz. Az idei szezonban rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők, a versenyeket a profikhoz hasonlóan rendezik meg. Elindult hál' Istennek ugye ez a Mira Kárt Aréna közös bajnokság, egyéni bajnokság. Ez az első futam, nagyon szép számú jelentkező, sőt annyira nagyon jöttek, hogy annyira sok jelentkező lett, hogy ketté kellett osztani a mezőn délelőtt, délután. Hál' Istennek tényleg az ország minden pontjáról érkeztek versenyzők. Bízok benne, hogy a vendégek is jól érzik magukat. Szoros mezőnynek ígérkezik a futam. Bízok benne, hogy tényleg egy olyan futamot kapunk ezen a hétvégén, amire számítottunk. És ugye a következő futamot valószínűleg már az új gépekkel fogjuk teljesíteni, amit említettem a korábbi riportban is. Ha megérkeznek az erősebb gépek a versenyekre, akkor onnantól a mezőny ebből folytatja tovább a bajnokságot. Most a legrövidebb nyomvonalon mennek, ugye az 5 futamból álló sorozatnál úgy fogunk indulni, hogy mindegyik verseny egy új nyomvonalon fog indulni, és meglepetésként az utolsó, a záró futam fordított irányú lesz a pályán. Lesz 5 kategória, lesznek a juniorok, lesz egy 80 kg alatti kategória, 80 kg fölött, 95 plusz, ugye gondoltunk azokra, akik nagyobb súlyúak és szeretnének versenyezni, illetve az idősebb korosztályra, a 35 év fölöttieknek van egy Masters kategória. A menetrend az úgy van, hogy mindenki kap 2x5 perces szabadedzési lehetőséget, utána lesz, ami már verseny, egy 7 perces futam, illetve egy 8 perces főfutam, és csak a versenyeket pontozzuk. A két versenyben elért eredményt összeadjuk, és az alapján fogjuk hirdetni a győzteseket.
Azt, hogy ezúttal melyik alapítvány hiavára gyűjtenek, Mihelis Norbert dönti majd el. Az egyéni bajnokság mellett egyébként idén is megrendezik a 240 perces endurance versenyt a Le Mani 24 órás autóverseny mintájára. A hivatalos go-kart szezon március 1-től november 1-ig tart, de természetesen az időjárás lecsökkentheti, vagy akár megnövelheti ezt az időszakot. Ennyi fért mai sportműsorunkba, jövő kedden találkozunk, viszontlátásra!